Jó, tehát akkor ott vagyunk, hogy ugye te a folyosón vagy, hallod a kiabálást, illetve te, akkor végül is hogy döntesz, hát te kimész személyesen, vagy Laurát? Kimegyek személyesen, mert mégis egy nemest kiküldeni azért, hogy szóljon, hogy engem ne zavar. Tehát ez még neki is rangon aluli lenne, úgyhogy kénytelen vagyok magam intézni, mivel Cassian nincsen jelen, Senyor Rató meg valahol a jó néppel alszik. Jó, amikor kimész, illetve te is látod, hogy a lovak felől jön Galnor, igazából te tudod a nevét, neked valószínűleg be sem mutatkozott még. Nagy darab kopasz fickó, az egyik régebbi matróz itt, dúlva fúlva jön ki a lovak felől, és akkor mindig az, hogy nekem kell foglalkoznom a terménnyel, meg a rohadt patkányokkal, meg hogy azokat... Ja. Jól vagy Gornor? Mi a baj, mondjad? Semmi, csak nekem kell patkányokat írtanom. Segítsek. És akkor legalább társaság is, hozok majd egy kis tüdükét. Pálinka. Berúgva akarsz patkányokat gyilkolni? Nem csak egy kupicát, hogy jó hangulat legyen, meg beszélgetünk egy kicsit. Lehet ez kevésbé kellemetlen. Én nem bánom, hogy a több, mint egy kupica mondjuk. Tehát... Jó. Nem. Akkor segítek neked, mit szólsz. Na. Jó. Ez egy ilyen minden is ork. Igen. Csinál egy ilyet. Nem küldöm el. Ők elmennek, tőled egy érzékelés próbát szeretnék kérni pedig. És nincs meg! Nincs meg. Akkor ennyi. Crit fail. Oké, folytassátok. Jó. Kérlek. Csak egy picit ezt az egész Shadowny, a pénz és a bubosz témát, ezt egy kicsit így csendesebben. Kivaló. Jó? Királyság. De aztán érez jól magad. És ahogy kimegyek a szobából, még azért oda biccentek, hogy király volt a matrózmondóka. A kultúra. Az. A kultúra nemzeti alap. Ez csak így... jó ét. Ma mind nálunk. Kilépsz a folyosóra. Hát az ajtóban én vagyok. Igen, az ajtóban a nemes úr van. Illetve hát ugye te elmész gyakorlatilag a Galnorral tényleg patkányt írtani. Ez tényleg úgy néz ki egyébként, hogy milyen pia van nálad, amit felkérdezni ki? Pálinka. Pálinka? Pálinka. Azért azért nem így tudtam, hogy a speducit nem neki adom. Tehát ez úgy néz ki gyakorlatilag, hogy az első fél órában még iszogattok, beszélgettek, utána némi idő elteltével Galnor már így ül a sarokban, egy szemszeríjjel a kezében, egy húzza a pálinka, és megad egy patkányt így... Imádom. Ezt így kell. Úrvannak dobjak egészséget, vagy csak nem érzi az alkoholt? Hát 20-as egészség. 22-es egészség. Hagyjad. Nem tudja az emberek miért tisztelt, rossz idő van. Figyelj, tehát nincs annyi piátok, aminél most dobnom. Nincs annyi mennyiségű piátok, ahol most... Hogy jól neki 22-es egészség? Hát feltételezem... Racial bónusz. Igen, maxod dob, és udvarió plusz az így kihozta. A harcos jó. K10 plusz 10 az EP. K10 plusz 10 az EP-je a harcosnak. És plusz 2 az egészsége. És plusz 2 az ork. Jó, hogy a harcosnak amúgy is lehet alapból 20-as? Igen. Ha megdobja. Wow. Na, te arra mész ki, hogy ott áll a nemes úr. Mit is hallottam az üvöltözésből? Tessék? Mit is hallottam az üvöltözésből? Hát a végét. Szerintem már nagyon rossz. Mit üvöltöztél, ami olyan hangos volt? Nem tudom, engem ócsárolt kb. Igen. Hogy miért rángattad be? Miért rángattam be a dolgokba, meg ilyenek. Ja. Igen, igazából annyit fogsz fel belőle, hogy valamilyen dologba belerángatta, okay, emiatt okay. Haragszik, ilyesmi. Ja. Örülök, hogy sikerült a nézeteltérésüket rendezni kultúrált és csendes módon. Hát, ismeri a törpöket. Én ezt szerettem volna halkabban intézni, de hát úgy látszik, hogy túlságosan szívére vette, hogy nem szóltam neki arról, hogy mennyi időt fog igénybe venni ez a megbizatás. Tovább leszünk a tengeren, mint amit mondtam neki. Mennyi időt is? Több mint 3 hetet? Én 4 napot mondtam neki. Ez egy megfontolatlan döntés volt. Igen. Én hallom, mondtam el? Persze. Ez sütyörg az ajtó előtt. Én nem sütyörgök. Hát én viszont kiléptünk az ajtón, hogy te elmész aludni. Én nem mondtam, hogy elmegyek aludni. Hát jó, de hát én elköszöntem tőled, hogy szép éjszakát, becsaptam maga mögött az ajtót. Hát a sútyorogsz és te nem, akkor az ő részét igen. Hallod egyébként. Ő meg valamiért sútyorog nyilván. Hát nem sútyorog, csak hogy azért egy ilyen hát te mondtad, hogy sútyorogsz. Jó, de hogy tehát
ugyanolyan hangerővel beszélek, mint ahogy itt beszéltem karakterben. Okay, okay. Tehát, hogy ez pont az a kategória, hogy ha valaki nagyon hallgatózik, hallja, de egyébként nem sülődik át az ajtó magától. Legközelebb célszerűbb, hogyha az igazságot tárja az úti társa elé, és akkor talán én is nyugodtan alhatok. Igen, én akkor is. Akkor belerúgnék egy nagyot az ajtóba. Jó. Lehetem, hogy most már ötzöl vagyok az alvásban. Oké, kifelé nyílik, tehát szeretnéd, hogyha az ajtó megütni kifelé őket, vagy csak hangot akarsz? Ne. Biztos, hogy bemegyek, ha jól nem kifelé nyílnak az ajtók, hogy a szűk folyosó messzei esetén eltolaszolják az emberek el az utat. Biztos, hogy nem. Oké. De ez a mágus. Meglátjuk, mekkorát rúg bele. Meglátjuk, mekkorát rúg nem bele. Lehet, hogy nem, a logikára hallgatok, tehát akkor befelé nyílik, igen. Belerugok egyet, és aztán úgy mondtok. Oké, rúgás. Dübbenés, káromkodás a másik oldalon. Akkor elnézést a zavarásért, további szép éjszakát, nem szeretnék többen meg már így zavarni. És így biccentek egyet fel, és elmegy a kabinom felé. Jó, mész a kabinod felé. És te? Visszamegyek a kabinomhoz, útközben összeszedem az új szolgámat, és megkérdezem, hogy bármi érdemleges történt-e a mai napon, amiről tudnom kéne. Puhasz? Igen. Én nem tudok különösebben semmiről, de... Nem. Nem történt semmi. Nem. Sok a patkány a kaja közt. Igen, a szobámban is. Igen. Nos, most ideadod az aranyat, és holnap a reggeli felmosás után megkorbácsoltatlak. Milyen aranyat? Meg miért? Meg mi van? De miért? Hát az aranyról egyáltalán nem kiabáltam semmit, az határozottan suttogtam neki. Nem, viszont én láttam, amikor megkapta. És ő nem mondta, hogy annyi, kapott, nem tudom, miért annyi, kapta annyi, az aranyat. Én azt tudom, lehet, hogy valamit így hogy csúsztattam a zsebébe, de nem biztos, hogy az aranyat azt láttad. Dupla bluff van. Dupla blöffölhetsz, de egyébként valóban nem láttad, csak az, hogy valami csúsztott a zsebébe. Igen, és azt mondta, hogy nem történt semmi érdemleges. Ja, igen, ez igaz. Igen, gyanús. Igen. Nos, kaptál valamit a kedves nem ismerősödtől? Oké. Mi volt az? Egy üzenet. És mi állt benne? Ugye tudod, hogyha megpróbálsz hazudni nekem, azzal esküdellen mész, és az esküszegőkre más büntetés vár, mint a tolvajokra. Jó, oké. Jó, értem. Uram. Semmi különös. Jó, de az üzenetben annyi volt, hogy amivel tartozik, és adott pénzt. És miért tartozott? Mert elintéztük, hogy a hajóra tudjanak, elintéztem, hogy a hajóra tudjanak jönni, és itt dolgozni. Ezt még mindig az ajtó mellett nyomják amúgy? Nem, ez már kabinjukban. De hallhatod egyébként. Amennyiben nem van szó. Én nem beszélek különösen csendesen, mert nem csinálok titkot az ügyeimből. Nemesként nincs mit titkolnom. Nem annyira hosszú az a folyosó, tehát valamilyen szinten átmehet. Szóval... Bár egy érzékel is próbált azért kötni hozzá, hogy ezt dob meg. Azt már dobtam, de jó. Akkor dobok. Nem, vagy dobjabbik egyet. Megvan. Szuper. Akkor igen. Nem teljesen, nagy rész. Jó. Értem. De úgy gondolod, hogy mivel úgy is szolgálatoddal törlesztesz ezért... Oké, akkor adjam oda a pénzt, vagy akkor adjak egy aranyat. Egy aranypénzt kaptál ezért a felajánlásért? Igen. Egy aranypénzt, ami az ötöde a fizetésüknek, nem sok az egy kicsit? De azt nem tudod, hogy velünk milyen pénzet megbeszélnek. Nem, mármint ez van a megegyezésben, tehát hogy nem. Hát ezzel jöttél hozzánk is a többiek, és hogy matrózokat keresnek. Megasztom a könyv szerint a matrózok mi 5000-et okay, keresnek egy nap? Mi? Mi 5000-et keresnek a matrózok, azt hát igen, de nekünk ugye 5 aranyat ajánlott. Azért, uram, tehát nekem az volt a feladatom, hogy hozzá... Amúgy, ha megvan az intelligenciát hozzá, akkor az egy arany a fizetés ötöde összerakhatod, hogy te 3-at kapsz. Engem azzal biztat meg, hogy hozzak embereket, hoztam embereket, én ezért kapok pénzt, ez nem egy túl bonyolult dolog. Jó? Rendben. Mivel nem tájékoztattál erről, ezért most természetesen a
büntetésed nem maradhat el, különben nem tanulsz belőle. A továbbiakban remélem, hogy ez intő példaként szolgál majd számodra. Menj aludni. Jó, bocsás, megyek. Kérdés, mennyire húzhat az föl, hogy így én állatként kezelik? Mennyire ilyen... Hát mennyire érzed karakterben hűnek hát, az a kérdés, amit tehet, hogy a törpék mit mennyire szabadságvágyóak. Mert mondjuk a D&D-ben ott nagyon. Figyelj, most azt mondani, ezt te döntsd el kérlek tényleg, hogy karakterben te milyennek tartod. Eddig amennyi interakció volt a két karakter között, nem igazán fűztél hozzá szimpátiát. Igen, de faji alapon ezt nem dönteném el, mert ugye nyilvánvalóan vannak sztereotípiák, meg vannak az alapvető dolgok, amikkel felnövünk, de teljes mértében inkább jellemvonás kérdése. Jó, oké, akkor semmi. Tehát, ahogy gondolod. Jó, megbeszéljük. Jó, úgyhogy Pubosz eloldalok, és te? Végre nyugodt éretek. Vissza a szobába. Umiro látja, hogy ennek a fiatalnak itt nagyon forra vére. Tehát egy éjszaka, ez a beszélgetés. Hát nem látod, hallod. Hát hallom. Meg ugye ti bent ültök, igazából félig hallott, tehát Galnorral bent ültök. Eddig egész végig forrt a vére, patkára és balhézni akart. Kicsit lehűtjük. Szóval ő onnan megy, és így bekopog a kis ajtaján. Jössz ki a folyosón, Galnor, hogyha ott hagyod, akkor ő szemszerija, meg na, ugye kezében meg, egy... Na, meg... Kikíséri, visszakíséri a szállására, lefekteti, aludni a szemszéget kiveszi a kezéből. Jössz vissza, érzékelés próbát kérni. Jó. Egyes kéne dobnom, szóval ez így pasértelen. Jössz vissza, kopogsz az ajtaján? Majd egy NPC észreveszi, ahol lehetne számíts rend. Jó. Tehát bekopogsz az ajtomon. Megyek! Hát én roppant kialvatom, és mérges törpe állat szemben. Szakacs, uram. Umro vagyok, téged hogy hívnak? Lorgar. Gondolkodik egy picit, majd egy ilyennel köszön neked, ahol lehet, a törpöktől látta, nem tudja pontosan mit jelent, de a kézítás az nagyon fura lenne. Szóval próbálom, ami tradicionális, és nem hoz kellemetlen helyzetbe. Viszont egy érzékelés próbált te is dobhatsz. Nagyon jó. Itt az ideje könnyíteni. Végre. Nem könnyítünk. Attól függően, hogy mikor történik a történetben az, hogy valaki felfigyel valamire, úgy fog alakulni a sztori. Így fel. Okay? Megvan. Megvan. Jó, csak a szemfüles törp. Miközben beszélgettek, hát semmi, igazából csak annyi, hogy hallod, hogy a közös tér felől, a többi matróznak ugye, szállása van, hogy ott két ember nagyon veszekszik egymással. De már kiabál, hogy az egyik meg csitítgatja a másikat. Ki tudom menni a hangokba, hogy ki lehet? A két újonc, akit felhoztak a hajóra. Igen. Ugye Jankob és Bentúr. És hát mivel belettek mutatva, tehát azt tudod, hogy Jankob az, aki kiabál, Bentúr pedig próbál válaszolni a dologra. És igazából csak pár szót kapsz el. Mennyivel lett meg az érzékelésed? Kettes dobtam, hetes alá jött el. Akkor eléggé jó. Akkor pár szót kapsz el. Tehát, hogy engem nem érdekel, elbújunk, megvédjük, én nem döglök meg. Ilyen jellegű témákat. Uh-huh. Szóval hallottam, hogy nagyon ideges vagy, meg így feszült, aztán gondoltam egy kicsit a feszültséget levezethetnénk egy férfi módjára. De látom, hogy forra véred, mérges vagy. Hagysz! És itt lég aludni! Jó, bocsánatot kérek, elnézést. Nagyon szégyen teljesen eloldalod. Hogy a... Itt az Isten villába. Retesztrátolom az egészet. És van gyertya a szobában? Persze. Szuper. Gyertya mi az? Ez ilyen fordított Shrek. Jó. Oké. Okay. Úgy, várjál, hogyha van valami komód vagy bármilyen, akkor ezt így az ajtó elé még betolja. Aha. Fogtos ki, és megvárod, ami kihűl a... Kíváncsi vagyok. Szerintem amennyire fáradt Lorgár, ebben a másodpercben már nem érdekli. Értem. Tehát, hogyha egy kicsit így a fülszőrét azt így vakszoljuk közben, kicsit? Akkor működik. Hát figyelj, másodfokú égési sérülés az egy törpének semmi. Hát tekintetben véve, hogy a törpének mekkora fülszőrtetük van, ez egy gyantázásnak megfelel gyakorlatilag. Jó, akkor viszont nyugovóra térsz, és te is visszamész a helyedre. Visszamegy azzal a tudattal, hogy törpök nem szeretik az orkokat, meg az udvari orkokat, és tudja, hogy ezek ilyen bizalmatlanok, a kedvencét akarta főzni, de hát így se szereti, akkor ő nem próbálkozik, és visszamegy alul.
Jó, elmész aludni. Akkor mindenki alszik, ha jól értem. Igen. Ja. Jó. Eltelik az este. Igen. Picit nyugtalanul azért. Az a kaja. Igen. Még a gomba. Van. A gomba. Még ott a gomba. A gomba. Tényleg. Milyen jó, hogy mondtátok, mert amúgy felírtam magamnak, és majdnem elfelejtettem. Ugye úgy halandnék a kalanddal. Na jól van. Nagyon furcsa álmaid vannak. Az történik, hogy ahogyan lecsukod a szemed, így látod, hogy melléd jön Laura, és elkezdi simogatni a homlokot. Aztán így fogja a jobb kezével, és végig simít az arcodon, az ujjai megnyúlnak, mutató ujja belemegy az orrodba, és kéken világít. Ez az ujja, utána az orrod is. De valahogy ez úgy kellemes. Mamus Commission Terror, én vagyok Rudi a 16. részszarvas a télpapának. Az vagy, az vagy, az vagy. Ja jó. És akkor simogat, és akkor az ujja belemegy az orrodba, utána bedugja a másik ujját is. A zölden világít viszont. Tehát van változatosság. Figyelj, nem vagy te valami nagyon furcsa szerzőt, ma amit értem én, hogy jól nézek ki, meg cuccok, de azért na. Figyelj, ha álmodsz, akkor ez logikusnak tűnik. Ne gondolkodj sokat. Jó, oké, nem, maradj be vissza. Úgyhogy gyakorlatilag azt látod, hogy rád fekszik lovaglóülésben, a két ugye, mint ahogy mondottam, az orrodban van. A feje az úgy elkezd egy picikét torzulni, kékesen, zöldesen, sárkásan, és hullámsik. Biztos, hogy Shadon is szokás lesz. De ki vagyok én, hogy a kultúrában belekösek, igen? Így hullámzik, és akkor így a mutató ujját így végighúzza a homlokodon, és mondja, hogy... Búgó csiga. Mi? Búgó csiga. Jó, és akkor én most varázsolnék. Rohagyjál! Szóval van nekem egy spellem. Igen. Aminek az a neve, hogy bűvhangszer, úgyhogy szeretnék bugócsiga hangot kiadni. Oh, hát ez csodálatos. Ezt semmit nem dobunk, nem vonunk le manapontot, mert álmodod, hogy varázsolsz. Jó, ugye? De attól igen. Még én ezt szeretném. Tehát bugócsiga hangot, és milyen szerinted a bugócsiga hang? De van, ami vannak lyukacskák, az ilyen... Ja, igen. Van egy más ilyen, tehát ilyen hangja van egy búgó csigának. Hát amikre vannak ilyen izét lyukat fognak, hogy legyen hangja. És azt látod, hogy ahogy így húzza végig a mutató ujját, megint húzza végig a homlokodon, és egy buta, nem ilyen hangja van. Kitátja a száját, és egy nagyon fűsértő, brutális bariton hang, ami kijön rajta, és erre ébredsz fel. De csatakos vagy a verejtéktől. Oké, de most nekem játékosként idegesít, mert hogy én is hallottam a búgócsigáról, amit meg senki más nem hallott. És... Lét, erre akart figyelmeztetni az a hülye tolvaj, mikor de... mondotta, sose bízzak meg a ki... Oh. Fölkelek. Felkeltök. Oh, szuka. Oh. Nekem kell egy kis friss leveg. Félretolom az éjjeli szekrényt. Mm-hmm. Kiveszed a füledből a viaszt? Persze. Oh. Menj a floncba. Ah, te is! Hey, hogyha ezt Krisztina nagyanyám hallana. Gyere. Gyere levegő, megyünk sétál. Mész a fedélzetre akkor? Mint a szél. Jó, mész fel a fedélzetre. Egy észre is szeretnék kérni tőled, miközben szelelsz. Megvan. Jó, oké. Okay. Mész fel, arra élsz fel, hogy fent van három ember. De úgy vett egy kis sípka rajta bojtal. Igen. Klasszikus, oké. Okay. Arra mész fel, hogy nyilván több őr is van.
Jankob, Bentur és Pubos bent, illetve fent hárman beszélgetnek, közel hajolva egymáshoz, mikor feljössz, akkor egy kicsit megugranak. Ez feltűnik neked. Ilyesztet. Szia, ugye Pubos? Most hogy fent vagy? Elfőszólálnék meg. Oké, mit mondasz? Szépek a csillagok. Elkezd bólogatni, aztán így nagyon gyorsan. Tehát így, mi van? Fura akcentus, ne foglalkozz vele. Ja, oké. Ti mit csináltok amúgy? Beszélgettünk. Király, nem zavar, hogy lepiselok hajóról? Nem, azt szoktuk csinálni. Király! Most fognak lelökni. Hogyan? Hát át se tudják lökni, hát majdnem akkora magas útra. Oda, ez egyébként a korláthoz föl. Megtámaszkodik. Ja, igen, tényleg. Felülről a korlátra. Amúgy ez a személy dolog a törpökben, hogy testesek, szélesek, nehezek, de alacsonyak, és olyan rohadt alacsonyan van a súlypontjuk, hogy nem tud őket felöklelni. Megtámaszkodik, szétcsapja a lábát, kis terpesz, fölhúzza ezért. Felhúzni valót? Hát nem, hát a Halloween-et felhúzza, aztán engedik tartja. Kérek egy észlelés próbát. Sellők kocsingatnak rád a vízbe. Egyel nincs meg. Na. Pillanatürelmet kérek. Most halok meg. Mennyi a védőértéked alapján? A következő jelenetet bizonyos japán műfajok dolgozzák. Nem, ez nem az a játék. Védőértékem 85. 85? Aha, akkor még így éppen hogy nincsen meg, 6 ponttal nem sikerül. Következő történik, miközben szépen végzed a dolgodat, attól függetlenül, hogy hátba támadtak és nem figyelsz rá, bepróbálnak meglökni, és hát gyakorlatilag így, hogy van a korlát, így előre hajolsz, hátranézve látod, hogy a Jankob nevezetű fickó, a kopasz megpróbált téged átlökni a palánkon, de hát ugye nem járt sikerre. Azt vágod, hogy most ezzel elengedted a hálókodásodat és így lemizelted. Szerintem már nem számít. Ez igaz, ez igaz. De ha túléled, akkor egy húgyos hálókötésben fogsz rohagálni. Van a prioritási sorrend. Mint minden büszke kalandozó. Ja, igaz. És a másik orknak van mosóvize, mert rakott félre. És tényleg. Na jó, mit csinálsz erre? Hát megfordulok. Ránézek. Ránézem. És tökörgom. Oké. Tökör fejeled már. Oké. Dobjuk egy kezdeményező értéket ki akkor, van, és nézzük meg, hogy ki a gyorsabb. D10 plusz kezdeményező. Benézed a kezdeményezőt fegyver nélkül, ő is fegyvertelen egyébként, és dobsz egy D10-et és hozzá fogod adni. Kivaló. Egyet dobtam. Jó. Mennyi? 27. Jóval gyorsabb vagy, mint ő. A másik két fickó, bocsánat, nem. Pubos nincs már a fedélzetem. A másik fickó, Bentur, az áll, és így nézi az eseményeket. Meg néz körbe idegesen, mert ugye vannak mások is a fedélzeten, akik még egyelőre nem tűnt fel, hogy mi van. Te vagy a gyorsabb, mit csinálsz? Lorgar törpe csata kiáltást hallat. Ami milyen? Mikrofon ezek? Dögöljek meg, de erre számítottam egyébként. És teljes erőből lágyékra. Mindenki fel kell, tehát hogy ez tök egyértelmű. Lágyékra? Lágyékra. Támadó érték akkor, támadó kíván dobás. Tehát kasz az, plusz támad. Plusz támad. Plusz támad. Plusz támad. 95! Azt a rohadt. Na jó van, mennyi lesz? Lehet nincsenek jó értékeim? De jól dobok. Szóval, az nem lenni... Nem úgy, mint karakteralkotás. 125. Túlütöttem. Na most épp egy sebzünk. Dobj egy D6 per 2-t akkor. Herére. Ez a helyi. Az átrendezi azért a korona X-szereket. Az asszem 3. Az 3 EP. Tökön rúgásra. Oké. Tehát gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy a fickó ugye meglökött, hátrafordulsz, nyúlna a fegyverért, tökön rúgod, és... Azt hiszem, hogy ez egy stun is egyúttal. Elájul.
kész, vége. Tehát összeesik. A csata kiáltás. Elálljunk. A csata kiáltás. Jött a válasz. Ez három AP tökönrúgásra, tehát azért azt tegyük hozzá egyébként, hogy szerencsétlen Jankobnak amúgy 7 AP-je van, tehát ebből 3-at lesebeztél egy tökönrúgással. Milyen szívós ez a Jankob. Hát engem majdnem megölt volna a 4 AP-mmel. Eddig az volt, úgyhogy összeesik előtted és elájul. Látod, hogy Bentúr még ott áll a fedélzetem, hatalmas szemekkel, nagyon ijedten, és közben hallotok egy üvöltést, Uruzádnak a hangját. Mi a franc folyik ott lent? Lent? Hát mert ő áll a taton. Ja, áll. Úgyhogy lefelé tekint a fedélzetre gyakorlatilag. Szuper, jó. Akkor a másik srácnak. Még az csöves bánat, ott maradsz, kis köcsög! Bentúr így felemeli a két kezőt. Határozott léptekkel megyek felé. Jó, megindulsz felé.